Az orosz-ukrán háború miatt a magyar honvédség az elmúlt napok során fokozatosan növelte a határvidékre települő erők létszámát. A keleti ország részben élő katérség több településén és az utakon is találkozhatnak a katonákkal. A magyar honvédség a béke és a biztonság fenntartása, valamint a lakosság biztonsági érzetének növelése érdekében nappali és éjszakai járőr feladatokat is ellát a térségben. A katonák a szárazföldi járőr tevékenység mellett a levegőből is ügyelnek hazánk és a magyar emberek biztonságára. A határvidékre csoportosított katonai kötelékek a járőrözés mellett továbbra is kiveszik a részüket a humanitárius feladatok ellátásából, valamint garantálják, hogy ne sodródjanak át Magyarország területére fegyveres csoportok a háború sújtotta Ukrajnából.